gyors volt. Forog. Csapó. Tessék. Hova utazik idén nyáron? A Balatonra. Horvátországba. Valószínűleg a Balatonra. Ha minden igaz, Portugáliába. Idén nyáron Balatonra szeretnék majd elutazni. Horvátországba fogunk a tengerpartra menni. Magyarországon maradunk a Balatonnál. Balatonra. Idén nyáron csak a Balatonra. Balatonra. Hát sehova nem utazom, sajnos dolgozom. Balatonra. Hova utazik idén nyáron? Ha minden igaz, akkor majd Szemesre, Balatonra, július végén. Szlovéniában voltunk már nyaralni az idén. Balatonra és Vergesztesre. Én Spanyolországba megyek. Balatonra. Olaszországba. Hova utazik idén nyáron? Hát csak a saját telkemre. Haza Kanadába. Megkérdezhetjük, hogy hova utazik a nyáron? Valószínűleg sehova. Balatonhoz, meg a Velencei tóhoz fogok utazni, külföldre szerintem nem idén. Már voltunk egyszer nyaralni, el voltunk Szilvásvárra. Mi volt a kedvenc nyaralási helye és élménye? Törökországban voltunk. Hát a horvát tengerpart, de már nagyon régen. Talán igen, Jordánia még az külföldön volt, igen. Még jó pár évvel ezelőtt voltunk ott, igen. Hát én nagyon szeretek a Balatonnál nyaralni, úgyhogy ha ott vagyunk, az egész család, az egy nagyon jó élmény szokott. A Triglav, ami egy meglehetősen magas szlovéniai hegycsúcs, azt másztuk meg. Velence. Miért? Hát ott a férjemmel voltam. Tudod mi? Voltam egyszer Afrikába, Tanzániába, képzeld el, és az nagyon izgalmas volt. Nagyon szeretek a barátaimmal a Balatonon lenni. Az Agárton volt. A férjemmel kettőnkben nagyon jó volt, igen. Hát ez még gyerekkoromban, Erdélybe, Szatmárnémetibe. Oda jártam a családommal sokat. Tavaly Horvátországban volt. Eveztünk, túráztunk, pihentünk, napoztunk, sütögettünk. Ugye többször voltam külföldön, tengerpart az nagyon érdekes is. Igazából a Balatonon voltak a kedvenc nyaraim, bár sokfele jártam, de ott éreztem a legjobban magam. Ó, nekem Horvátország volt, amikor gyerek voltam. Mondjuk Spanyolország az volt a legjobb. Hát a tengernél volt a legjobb mindig, akárhányszor voltunk. Hát például Szlovénia. Szlovénia nagyon szép. Hát a telek, ahova jártunk, a Kis-Duna mellett. Kis-Duna mellett volt a telek. Ott lehetett fürdeni is, meg lehetett szórakozni is. Hát amikor még a gyerekeinkkel jártunk nyaralni, akkor Ausztriában, Tirolban volt a legszebb nyaralásunk. Hát, amikor még régen, családosan, van 3 hugom, és bejöttünk egy kis buszba, és elmentünk Európába, és tettünk egy ilyen nagy Európa kört, és az egy másfél hónap volt, és azt nagyon, nagyon élveztem, az nagyon jó volt. Ez volt a kedvencem. Köszönjük!